Évente átadásra kerül a édesapám nevével alapított Beke Pál emlékcím. Ugye ezt egy ifjúsági és egy közösségművelődési szakember kapja, és minden évben igyekszünk megoldani azt, hogy ez egy dedikált konferencia keretében legyen, amely konferenciának gyakorlatilag az a funkciója, feladata abból a célból szervezzük, hogy azok a jellemzően helyi szintű, jellemzően valamilyen kis településen vagy városrészben, nagyobb városnak városrészében megvalósuló, de helyi, lokális fejlesztési folyamatok, amelyek tovább viszik azt a szellemiséget, amelyet édesapám képviselt, vagy nem tovább viszik, hanem egyszer rátalálnak, vagy egyszerűen ugyanúgy működnek, tehát hogy nem az a fontos, hogy 20-30 éven keresztül végigmenő folyamatok legyenek ezek, hanem az a fontos, ugyanaz a közösségekre építő, a közösségeket dinamizáló, a közösségekre figyelemmel levő, őértük lévő folyamatok legyenek. Legyenek ezek művelődési házak, szervezetek, vállalkozások, fejlesztő folyamatok, bármi. Tehát ez a konferencia feladata, célja, hogy ilyeneket bemutassunk, megidézzük édesapám gondolatiságát, majd aztán átadásra kerüljenek a díjak. A legfontosabb az az, hogy azok a folyamatok az érdekesek számomra, mint szakember számára, hogy amely folyamatok azokra az emberekre figyelnek, és azoknak az embereknek az igényei és szükségleteire figyelnek, és azokat az emberek bevonják, akikért egyébként ezek a folyamatok vannak. Én nem szeretem azt, amikor valamilyen társadalomfejlesztő, mert hogy egyébként a népművelés, közösségfejlesztés, közösségi művelődés az alapvetően egy társadalomfejlesztő munka. Szóval nem szeretem azt a társadalomfejlesztő munkát, amely nem vonja be azokat az érintetteket, akikért egyébként ez az egész van, mert hiszen már maga a bevonás is egy fejlesztő folyamat. Tehát nekem ez a legfontosabb aspektus ezeknek a projekteknek, ezeknek a programoknak, hogy ezek mind-mind-mind olyan programok voltak, amelyeket nem valaki csinált valakiért, hanem valaki csinált valakivel. És ez az egyik különösen fontos szempontja. A helyi közösség elismerje, tehát hogy ezek mind-mind olyan programok, projektek, amelyek itt bemutatkoztak, amely projektek a helyi szűkebb vagy tágabb közösségnek egyébként fontosak, és bírják a helyi szűkebb vagy tágabb közösségnek a bizalmát. Illetve hát ez egyfajta lakmuszpapír is, tehát hogyha valaki azt érzi, hogy nem bízik benne a közösség, hát akkor valami rosszat csinál, vagy valamit nem csinál elég jól. Az összes ilyen bemutatkozó program, ami itt volt, ez a helyi emberekre épít, bízik a helyi emberekben, a helyi emberek is bíznak ezekben a folyamatokban. Mindaz a tévképzet, ami sok ember fejében van a fiatalokról, hogy passzívak, nem érdeklődőek, és lehet sorolni a szerintem alapvetően tévedéseket. Jó kérdést kell, és jó feladatot kell feldobni, amit egyébként a fiatalok le tudnak csapni. Be kell vonni abba a folyamatba, amiről azt gondoljuk, hogy jó neki. És a bevonást azt úgy értem, hogy szerepe legyen benne. Tehát nem az a bevonás, hogy meghívjuk egy előadásra, ami aztán majd elmondja, vagy ahol meghallgathatja, hogy neki mi a jó. Ő kell, hogy csinálja, részese kell, hogy legyen, alakítója kell, hogy legyen folyamatoknak. Szerepet kell, hogy találjon abban a folyamatban, aminek keretében dolgozunk vele. Keressünk el a méltóságunkat, és segítenünk kell abban, hogy minél többek megtalálják.